A sepsiszentgyörgyi Benedekelek napközi otthonban járunk, ahol a pedagógusok nagy lelkesedéssel vezetik be a kicsiket a népi mondókák, játékok, népdalok és néptánc rejtelmeibe. Mostantól új segédanyag támogatja munkájukat. István Ildikó népdalénekes és néptáncoktató frissen megjelent hiánypótló könyve ad ötleteket, hogy a legkisebbek is felfedezhessék a magyar népi kultúra gazdagságát. Nagy örömmel fogadtuk ezt a könyvet, mivel gyermekkorunkat elevenítette fel, és szeretnénk azt, hogy ezáltal a könyv által, ha bár ismert játékokat is találtunk benne, hogy a gyerekek minél korábban és minél több játékkal, népi gyermekjátékkal találkozhassanak. Na most akkor a könyvet szeretném bemutatni, hogy mi is van ide belesülítve. A Tüzet viszek című könyvet a szerzők több háromszéki településen, így Gelencén is nagy sikerrel mutatták be. István Ildikó zenész kollégáival együtt a tanév hónapjaihoz kötődő népi gyermekjátékokat, mondókákat, énekeket gyűjtötte egy csokorba, de a gyermektáncházakban használható segédanyagot is szerkesztettek. Figyelembe vettem azt, hogy az adott hónapban milyen jeles napok, ünnepnapok vannak, és arra is figyeltünk, hogy a szűk régió legyen előtérbe, tehát azok a jeles napok érvényesüljenek, vagy jelenjenek meg ott a könyvbe, amit mi itt a kis régiónkban szoktunk ünnepelni, ismerünk, megélünk. A két évtizede népdaltanítással is foglalkozó Ildikó saját gyermekkora tapasztalatait építi be munkájába. Hiszen a székelyderzsi szülőhely nem csak a felejthetetlen élményektől volt gazdag, hanem a hagyományos falusi életmód, az abból táplálkozó népművészet megélését is lehetővé tette számára. Énekeltünk, táncoltunk, játszottunk szüleimmel együtt, ónénivel együtt, tanítónénivel együtt. Ez már Kézdivásárhely, ahol a szerző elmondta, hogy nem egy tankönyvet kívánt az oktatók kezébe adni, hanem egy olyan mintát, amelyhez az óvodában vagy az elemi iskolában tanító pedagógusok hozzáidomíthatják a már létező tudásukat, de ami a szülők számára is közérthető. Én akkor kerültem vele a kapcsolatba, amikor az akkor még 4 és 6 éves lányaimhoz kezdtek járni néptáncra, és én hát szakmámnak köszönhetően belopózkodtam azokra az oktató órákra, és én ott lettem szerelmesebb. A magyar és ezen belül a székely hagyomány gyermekmondókák, körjátékok, kiolvasók százait örökítette ránk. A játékosan tanított néptáncelemek pedig magukkal ragadják a gyermekek fantáziáját, de az óvónők is szívesen tanulják. Van hája az óvodai nevelésben a gyermekjátékoknak, a népzenének, a néptáncnak. Ezt a kultúrát tovább kell vinni, úgy érzem, hogy nekünk feladatunk, hogy meg is tanuljuk és tovább is adjuk. Mihály Pál és Lőrinci Zsolt jóvoltából az élőzenével fűszerezett könyvbemutatókon az érdeklődő pedagógusok egy kis időre belemerülhettek a páratlanul gazdag játékkincsbe, a néptánc és a népzene igazi varázserejébe. Egy olyan igényre adtunk választ a Magyarország kormányának, alapítványának támogatásával, a Csóri Sándor alap támogatásával, ami a pedagógusok részéről érkezett. Ők szerették volna, és ők szeretnék minél jobban beépíteni a népi műveltséget, népi gyerekjátékukat a tevékenységükbe. A könyv a Csóri Sándor alap és az Emberi Erőforrás támogatás kezelő segítségével jelent meg, amelyhez a művészeti és népiskola munkatársai közreműködésével készített erdővidéki népdalokat tartalmazó CD-t is mellékeltek. S mert a zenét meg kell szólaltatni, a kötetben a legismertebb népi hangszereket is bemutatják a szerzők. Itt is figyeltünk arra, hogy főleg itt az erdélyi régióban milyen, tehát hogyan épül fel, hogyan áll össze egy népi zenekar, milyen hangszerek alkotják a népi zenekart. Ugye a hegedű, a brácsa és a nagybőgő, ez az alap. A támogatók jóvoltából rendkívül igényesen Csibi Szabolcs által illusztrált hiánypótló kötet hamarosan a népi hagyományok továbbéltetését szolgálhatja minden háromszéki óvodában.